Csak tiszta forrásból dolgozom, bármi is történik más, ez mind tiszta forrás. Erdélyéddal mutatom. Menni fog. A Kárpátaljai Kultúrkaraván program keretében az Egy szál ének című előadásával lépett fel a Makkos Jánosi Helikon Hotel rendezvénytermében Paja Bea. A kultúrkaraván munkatársai komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy estjeikkel és programjaikkal a legszélesebb körben érjék el a kárpátaljai zenekedvelő közönséget. A kárpátaljai kultúrkaraván június óta szervez kisközösségi programokat, és egy levéllel megkerestünk több előadót, köztük Paja Beát is, aki pozitívan reagált a megkeresésünkre. És rögtön vállalta azt, hogy hangszerek nélkül azzal a programmal, ami lélekhez szóló, eljön hozzánk, és a kárpátaljai közösséget megörvendezteti a saját tehetségével, a saját repertoáriával. Húzta a sok kis cölöpház maga alá az árnyékát, rezegtek, mint a bazári fölhúzható bálóbékák. Én mindig nagyon jól érzem magam a koncert alatt, így volt ez ma is, hiszen ha énekelhetek, különösen ha egy szál magam énekelhetek, akkor az átjárás abba a túlsó finom világba biztos, hogy megtörténik. És hát hogy érezhetem magam ott? Azt hiszem, hogy ez valahol Isten ajándéka, hogy én az a dalok által így átillanhatok, és onnan áthozhatok anyagokat. Általában a meghívásoknál az első tónusból, az első mondatból kiderül, hogy mi a szív, mi a lélek, mi a cél mögötte, és én ezért dolgozom, misszióért, hogy hozzak értéket és embereket énekeltessek, és zenét tudjak hozni, és szíveket nyitni. És ezt az első sorából éreztem a Krisztának, a Kárpátaljai Kultúrkaraván meghívójának, és egyrészt ezért is igen mondtam, másrészt lehet, hogy kevesen tudják rólam, de én a háború kitörés alatt rögtön elkezdtem ukrán menekültekkel dolgozni, énekeltetni, ugyanis az ének nagyon alkalmas arra, hogy az érzelmeket feldolgozzuk. És ez a helyzet, egész helyzet, amit most van, ez nagyon sok néha feldolgozatlan, kifejezetlen érzelmet jelent, és én nagyon örülök, amikor ebben segíthettek az ének által, hogy ez feldolgozódjék. A művésznő nem csak egy koncertre érkezett vidékünkre, hiszen a vállalkozókedvűek számára másnap egy workshopot is tartott, Énekeld magad szabaddá címmel. Szombati napon egy Énekeld magad szabaddá programot szervezünk, amiben ez tulajdonképpen egy workshop, amiben mindenki kipróbálhatja a hangját, és ahogy Bea írta a saját honlapján, ide jelentkezhet olyan, aki tud énekelni, és olyan is, aki csak szeret énekelni, és mondjuk mások azt mondják neki, hogy nem feltétlenül tud. Azért, mert a megszólalás módszerét, a megszólalás bátorságát akarja majd adni, úgyhogy lélektágító és hangtágító előadása lesz. Kockocorász, a szájam is kacarász, ez lesz majd a legvittesebb muzsika a héten. Ahogy ma inkább hallgatóként voltak jelen a közönség tagjai, holnap csinálóként, egyel még inkább aktív jelenlévőként lesznek ott, és gyakorlatokat fogunk csinálni, ugyanis hanggal dolgozni csak hangicsálva lehet. Énekelni, megtanulni csak énekelve lehet, tehát én a nagy csinálás híve vagyok, úgyhogy a holnapi workshopon, azaz dolgozós bolton, dolgozós műhelyen dolgozni fogunk, de jól fog esni, és a csinálás által fogunk egy szabadságélményt szerezni. Nem mellesleg magyar, cigány, bolgár dalokat fogunk zengetni, ami nagyon jól fog esni a léleknek és az érzelmek feldolgozásának. Az Énekeld magad szabaddá névről, ez egy programot jelent, egy egyéves programot, amelyben jelenleg azt hiszem benne van, azt nem mondom, hogy minden, amit tudok, de egy jó 30-40%-a. Ez egy egyéves online-offline program, de a nagy része a tananyagnak online történik. Ezt azért is mondom, mert tudom, hogy Kárpátalján nézik ezt a műsort, és bátran lehet jelentkezni, ugyanis a tananyag online történik Zoom-on, és nagyon jól működik, ezt én sem tudtam, amíg el nem kezdtem tanítani. Vannak azonban személyes találkozók, ahol énekelünk együtt, és azt mondta Kodály, hogy a zenetanulás az tulajdonképpen az, amikor az emberek énekelnek, énekelhetnek együtt, és nálam ez történik. Tehát az Énekeld magad szabaddá programban nem csak jobban énekelünk, hanem hogy a nevében is benne van, jár vele egyfajta szabadságérzés, a testben egy ilyen oldódás, egy ilyen repülés érzet, aminek megvan a maga kánonja, hogy kell ezt megtanulni, tehát nem egy
tehát egy odaadást kívánó program, de nagyon sok szeretettel várok mindenkit, mert ez az én adnivalóm a világnak. A Kárpátaljai Kultúrkaraván további előadásairól az érdeklődők a szervezet közösségi oldalán találhatnak információkat.